újra és újra megerősít bennünket, hogy szerénységgel és szeretettel kell végigmenni azon az úton, amin elindultunk. Ne ragadjon el bennünket a hív, ne tiporjon le bennünket az ego, hanem a szolgálat és alázat jegyében keressük egymás szeretetét. So today I'm very, very happy. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és nagyon szeretem Magyarországot, tisztelem Magyarországot és a magyar embereket is. Én már egészen fiatal korom óta tudtam, hogy nekem majd el kell ide jönnöm, ugyanis itt Magyarországon nagyon sok régi barátom és tanítványom született újjá. A Szenthegy dobogókő energiája és a Szent Tónak, a Balatonnak, a Szent Anyának az energiája meghívta, ugyanis nagyon sok szent lelket meghívott ide, hogy szülessenek itt újjá ezen a földön, és én őket jöttem megkeresni, hogy újra, hogy odaadjam nekik a kulcsot, a tudásomat, a megvilágosodásnak a bölcsességét, átadjam nekik, és elérjék a megvilágosodást. Én ezzel a céllal vagyok itt. Már van 30 tanítványom, akik elvégeztek egy több mint 3 éves hagyományos elvonulást, tehát több évig gyakoroltak. Nekem az a kívánságom, hogyha ők elérnék a megvilágosodást, és ők tanítanák a többi magyar embert is, akik természetüknél fogva spirituálisak. A magyarok nagyon spirituálisak, így elérnék a megvilágosodást, és én meg fogom nekik szervezni azt is, hogy az egész világot tanítsák, és az egész világon adják át ezt a tudást, és világosítsanak meg mindenkit. A magyar kultúra egy nagyon ősi kultúra, és nagyon erős kapcsolata van a mongol kultúrával, a tibeti kultúrával, a kínai kultúrával, az ázsiai, az indiai kultúrával is. Így hát én Magyarországot a második otthonomnak érzem, és a második otthonomnak tekintem. És arra tanítom itt minden barátomat és tanítványomat, mert sok barátom és tanítványom van, akik szeretnének tőlem tanulni, hogy tiszteljék a saját kultúrájukat, a saját vallásukat, a keresztény vallást, ami egy nagyon, nagyon erőteljes, autentikus vallás, és Jézusnak az egyetemes szerető szívét képviseli, ezt az utat járja. És mindenkit arra inspirálok, hogy mélyítse el a hitét, erősítse meg a keresztény vallását, és védelmezze meg az egész világot. Azt tanítom a tanítványaimnak, hogy tiszteljenek minden vallást, és szeressenek minden vallást, és győzzék le magukban a tudatlanságot, a mohóságot, az önzést, a haragot, és ezt tanítsák másoknak is. Így érhetjük el azt, hogy béke és egység lesz ezen a világon. Jó itt lenni ismét Böszterpusztán.